És eljött a húsvét is. Boldog húsvétot. A húsvét vasárnapja van. És akkor most jön a kedvencem. Áldott, 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 áldott húsvéti ünnepeket kívánok. Nagyon csendes a város. Szerintem még mindenki alszik, csak én nem. Ebben a pillanatban jött az SMS, lássuk. Boldog húsvét ünnepeket, Zoli és Anikó. Erre válaszolok, mert különben hővörgés lesz. Fenn van. Április 8-a van, ez egy kellemes nap, itt állunk Gávának a főterén, mögöttem található a polgármesteri hivatal. Ez azért érdekes, mert itt lesz kiállításom, most kezdem el felrakni. Gávának van egy gyönyörű tengerpartja, ez körülbelül 12 km hosszú. Mondhatnám, hogy az első két évemet ott töltöttem, ugyanis minden héten többször kijártunk oda fürdeni. Rengeteg képet készítettem ott. Többek között egy díjnyertes képet, és ennek köszönhetően jött létre ez a kiállítás, amit most itt a polgármesteri hivatal kiállító termében felrakok. Itt vagyok bent ebben a hatalmas kiállító teremben. Ide teszem fel a kiállításomat. A kiállítás egyik legizgalmasabb része a damlók szétszedése. Most megnézzük, mit is hoztunk el otthonról. Az első lépés az az, hogy kicsomagoljuk a képeket. Ez amúgy egy elég jó kiállítóterem. Hatalmas, vannak szép fényei, kocka alakú, ez tök jó. Ezzel nyertem. Szóval ez volt az első dolog, a gondos kicsomagolás. A második dolog az lesz, hogy nem tudom, hogy mondják ezt. A disztribúció. Képeket leteszem a földre, szépen sorjába, megtalálom a helyüket, úgy, hogy fel fognak kerülni a falra. Ez már egy bonyolultabb dolog. Ez Tenerife-n készült. Ebből véletlenül kettőt hoztam. Most mit csináljak? Ez az egyik kedvencem. Jó, mi? Nekem is tetszik. A harmadik rész az az, hogy én most elmegyek pisilni. Szóval a disztribúció után következik az egyik legnehezebb dolog, a szortírozás. Ez azt jelenti, hogy a képeket szépen sorjába teszem egymás mellé, úgy, ahogy én szeretném, mert most elég káoszos. Össze-vissza van az egész. Ez így nem jó. Na most én ezt ki kell találjam itt, hogy mi mellé kerül. A gond csak az, hogy 48 képen van, ami rengeteg. De mit csinálják, hogyha egy ilyen nagy kiállítótermet kaptam, meg kell töltsem képekkel, ez volt a feladat. Megtettem. Szerintem körülbelül egy jó óráig fogok itt sétálni. Ez nem fizikai nehézség, hanem...
agyi. Basszus, ebből is kettőt hoztam, nézd csak. Kezd alakulni, de még... Ez egy fontos pillanat. A kiállítás felrakásának a gyönyöre. A kiállítás felrakásának az öröme. Most délután 5 óra van, reggel 10 órától itt vagyok, azaz 7 óra alatt sikerült felraknom ezt a kiállítást. Vagyok. Oh yeah. Százszónak is egy a vége, két jó dolog van menorkán, egy kicsi és egy nagy.